Köszöntöm a kedves nézőket, az ismerős soros adását látják. Ma egy olyan vendégem van, akire, hogyha szabad ilyet mondanom, akkor eléggé fiatal korában megfertőzte a jog. Úgy hívják, hogy Fábián Adrián. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a nézőket. Én meg csak gyorsan a nézőknek megemlíteném, hogy mi a régi ismerettségre is szerintem, ha mondhatom, hogy jó viszonyra való tekintettel fogunk tegeződni a következő szűk fél órában. Örök. És én szinte minden ismerős beszélgetést így kezdek, hogy csapjunk először is bele a közepébe, meg hát ismerjük meg, hogy ki is volt az a Fábián Adrián. Hát talán annyit lehet, hogy érdemes rólam tudni, hogy Sátoraljön születtem, tehát viszonylag messze, de a család korán, még a rendszerváltozás megelőzően Tolna megyébe került, a anyai ág az Tolna megyei, és így kerültünk Zombára, ahol édesapám jegyző a mai napig, édesanyám Kétyen, a szomszéd településen jegyző, illetve mind a kettően körjegyzők, és én Zombára kezdtem az általános iskolát, Szekszáron-Nagarai János gimnáziumban érettségiztem, és innen kerültem Pécsre, a pécsi jogi karra, amit aztán befejeztem. És akkor itt is álljunk meg egy szóra, hogy egy 18 éves diák, aki mondjuk végez a gimnáziummal, akkor azért már megvannak a perspektívák, az elképzelések, de hogyan dönt, hogyan voksol valaki amellett, hogy ő mondjuk a jogot választja hosszú távú életcélként? Korán megfertőzött valóban a jog és a joggal kapcsolatos kérdések. Nyilván ebből közrejátszik az is, hogy a szüleim azért mind a ketten jogászok. Édesapám az körülbelül egy kicsivel előtt került a jogra levelező szakra, szintén Pécsre, és fejezte be, de édesanyámmal lényegében párhuzamosan végeztük a jogi kart, ő a levelezőn, én a nappalin, úgyhogy valószínűleg ezek voltak azok az indítatások, amik a jog felé vittek, de egyébként is érdekelt ez a dolog, az élet szabályai, a társadalom szabályai, és ami a humánnal, a történelemmel, kicsit a irodalommal összefüggő dolgok, ezek foglalkoztattak, és úgy éreztem, hogy a jog az nekem testhez álló lehet. Értem, tehát akkor szó szerint a szabályai, tehát ami mondjuk egy jó vaskos törvénykönyvben szabályokba foglalja, hogyan kell élni, milyen a büntető törvénykönyv, stb. Mert itt mondhatod, hogy a társadalomnak így a mozgásai, meg hát magának a társadalomnak a működés, hát akkor elmettél volna a szociológusnak is, nem? Ez igaz. A jog az ezért kicsit exaktabb, mint a szociológia. Kicsit jobban megközelíthető a jog, de a jognak is számos területe van. Ugyanúgy, ahogy a társadalomnak, a társadalmat is lehet sokféleképpen vizsgálni, a jog csak egy szempont, egy megközelítési aspektus, izgalmas terület. Engem nem annyira a büntetőjog, nem annyira a polgárjog fogott meg, hanem az állam szervezete, az állam működése, és az állam is, és a közigazgatás és a polgárok viszonya kapcsolatai, ez érdekelt. Mondjuk ez a jogi karon úgy mikor dől el az embernél? Mert vannak olyan ismerőseim, akik elmentek jogi karra, és ők azt mondták, hogy az első két évben túl kell élni. Igen, az első két év nem a specializációról szól, hogy a helyezkedésről, inkább arról szól, hogy meg kell tanulni, egyetemi szinten tanulni, meg kell érteni, hogy mi az az egyetemi szinti jogászképzés, hogyha az ember meg tud kapaszkodni, utána jön a következő lépcsőfok, hogy már tud válogatni a jogágazatok között. Főleg, hogy ahogy előre megy a tanulmányaival, egyre jobban kinyílik az óló, szélesedik a látókör, és ott már lehet válogatni, hogy kinek mi az, ami szimpatikus, mi az, ami hozzá közelebb áll. Azt szerintem a legnagyobb tragédia, hogyha valaki a jogon belül nem találja meg ezt a vonzó kis környezetet, ágazatot, mert akkor lényegében kiderülhet 5 év alatt, hogy ez nem az ő pályája, nem az ő területe, és talán egy pályakorrekció lehetséges. Voltál te így? Tehát eszedbe jutott néha, hogy ez nem neked való? Tehát akármennyire is, hogy ezt látod a szülőktől, hogy azért a jog így belengi a mindennapi életet, hogy így fogalmazzak, azért volt olyan, hogy te azt mondtad, hogy nem, itt most állj. Nem volt ilyen. Nem? Nem. Voltak olyan helyzetek, amik nehéz volt, amikor úgy érezte talán az ember, hogy a befektetett energia nem kapja meg azt a elismerést, amit esetleg elvárna. De olyan, hogy nekem itt nincs semmi keresnivalóm, és valahol egészen máshol lenne a helyem, meg se fordult a fejemben. Meg az ember, hogyha valamit elkezd, akkor jobb esetben azt befejezi. És amikor befejezted az egyetemet, akkor utána mi történt veled? Befejeztem az egyetemet, akkor tanársegéd lettem a jogi karon, akkor azonnal fölvettek tanársegédnek a közigazgatási jogi tanszékre, de szinte még mielőtt megmelegedtem volna a tanszéken, elmentem egy évre Németországba,
Ott tanultam, hallgattam két szemesztert a Bayreuth Egyetemen, és szereztem egy tudományos minősítést. Tehát így kezdődött nekem az egyetemi pályafutásom, hogy két szemesztert, még két fél évet Németországban ráhúztam. Miért választja valaki, tehát miért választ az ember mondjuk egy külföldi egyetemet, az esetben Németországot? Tehát, ugye az ember sikeresen elvégzi az egyetemet, ott marad tanársegédnek mondjuk esetben a jogi karon, és aztán mégis úgy dönt, hogy ahogy fogalmaztál, mielőtt még megmelegednél, egy kicsit tovább állsz és irány Németország. Mondjuk akár miért pont Németország, mivel másabb, mert azt tudjuk, hogy mondjuk a német bürokrácia vagy akár az államszervezettség az egy precíz, pontos, tehát ugye olyan német, poroszos, hogy így mondjam, de miért voksol az ember Németország mellett? Én azért két okból tettem le ott mellett a voksomat. Az egyik az, hogy már hallgatókoromban is eltöltöttem egy tanévet egy másik német egyetemen, tehát volt egyfajta ismeretem, és a nyelvtudás is sokat számított. Tehát akkor olyan szinten beszéltem németül, hogy megengedhettem magamnak azt, hogy tényleg rendesen részt tudjak venni az oktatásban, tehát hogy tárgyakat tudtam hallgatni, hogy a könyvtárat tudtam használni, szerencsére szótára már szükségem nem volt, és ez volt az, ami motivált. A másik pedig az, hogy érdekesnek találtam az ottani jogászképzést, abból a szempontból talán, hogy nem is az oktatás az, ami eltérő, mert abban megegyezik a kettő, hanem a számonkérés módja az teljesen más. Ők sokkal gyakorlatiasabbak, ott a vizsga egy komoly tényállás feldolgozását jelenti, míg nálunk általában a jogintézmények ismeretét kérjük számon. Ott egészen más a dolog. Tehát ugye ezt akkor mondhatjuk úgy is, hogy Magyarországon 100 tétel, mondjuk beugrónak, Németországban pedig egy konkrét eset. Egy konkrét eset, amit a hallgatóknak 2,5-3 órán keresztül kell egy írásbeli vizsga során feldolgozni, használhatja a jogszabályokat, tehát nem kell a jogszabályokat megtanulni, jogszabály szövegét használhatja. Kérdés az, hogy mit tud belőle kihozni. Nagyon sokan elvéreznek ezeknél a tényállásoknál, mert nem elég a végére odaírni az, hogy szerintem neki van igaza, és pont. Ez pont elég a nulla ponthoz. Éppen hogy. Igen, alulról. És valami hátránya volt ennek a németországi, illetve nem magának az oktatásnak, hanem láttál-e valami hátrányokat, tehát így mondjuk a különbségekben? Amikor már túlságosan is bonyolultá válnak a dolgok. Tehát annyira törekszik a tökéletességre, hogy ezt teszi túlságosan bonyolultá, komplikáltá. Ilyet láttam azért, hogy különösen a tanulmányi bürokráciában, én külföldiként azért ezeket megtapasztaltam, de egyébként lényegében összesen lehet hasonlítani az ottani lehetőségeket, mármint amit az egyetem tud nyújtani. Tehát olyan szintű sportlétesítmények, olyan szintű könyvtári infrastruktúra, bár most ez Pécsen éppen kifogástalan, de hogy más nem mondjuk a kollégiumi férőhelyekre, vagy az egyetemi létnek a nívója, azért az még mindig egy kicsit távol van a magyar viszonyoktól. Mennyire volt furcsa ezek után visszatérni mondjuk Pécsre, és mennyire vetetted bele magad a munkába másképpen? Mert gondolom, hogy azért tártkarokkal vártak ezután is, tehát ezzel nem volt probléma. Igen, tehát befogadtak továbbra is. Igen, belevetettem meg a munkába. Nagyon sok olyan információt, olyan, hogy is mondjam, tudományos dokumentumokat, iratokat, cikkeket hoztam magammal, könyveket, amiket ott nem tudtam tüzetesebben feldolgozni, de azzal kezdtem a egyetemi oktatói pályafutásomat, hogy az ottani dolgokat kicsit hazahoztam, azokból megpróbáltam publikálni, cikkeket írni, és természetesen az oktatásban is hasznosítani. Tehát például én nagyon sokat foglalkozok az önkormányzati rendszerrel, a németet is volt szerencsém közelről megismerni, és akkor olyan kurzust tudtam indítani, máig megy német nyelven, ami a magyar és a német önkormányzati rendszer összehasonlítását próbálja elvégezni. És tehát ilyen szempontból tudtam meríteni a kinti tapasztalatokból. Ahhoz szükség van bátorságra, hogy az ember elindítson egy kurzust? Tehát igen. Szükség van rá? Igen, de a bátorságnál sokkal fontosabb, hogyha felkészült. Tehát azért azt át kell gondolni, hogy nekem egy szemeszteren keresztül hetente másfél órát beszélnem kell
és nem az életemről, vagy nem a kedvenc ételeimről, hanem fontos jogi témákról. És ehhez nagyon, tehát kell felkészültség, mindig azt szoktam mondani még a nálam is fiatalabb kollégáknak, hogy ezt nagyon alaposan át kell gondolni, tehát hogyha az ember felkészült, akkor ez nyilván egy kis magabiztosságot is kölcsönöz, és nem kerülhet bajba. Hogy adott esetben, na most miről fogok beszélni, mert úgy érzem, hogy mindent kiadtam magamból. Utána kell nézni a dolgoknak, igen, kell venni hozzá az időt és az energiát, el kell mélyülni, és akkor sikerülhet egy viszonylag színvonalas kurzust elvégezni. És amiben a hallgatók is partnerek, természetesen. Egyébként mi már itt akaratlan arról beszélgetünk, hogy te azért tanítasz, és kurzusod van. Kurzusod van, vagy kurzusaid vannak? Több kurzusom is van. Tartok nagy előadásokat természetesen, tehát ahol adott esetben 200 hallgató előtt próbálom elmagyarázni, hogy itt nagyjából miről lehet szó. De vannak kisebb szemináriumok is, ahol 15 hallgatóval próbáljuk ugyanezt, csak interaktívabban. Tehát én nagyon szeretem azt, hogyha kisebb csoport van, akkor igenis módot adni a hallgatóknak, hogy ők is megnyilvánuljanak. Ez néha nehéz őket kiprovokálni vagy megszólítani, de azért szerencsére általában össze szokott jönni. Főleg amikor gyakorlatias témák vannak, és meg kell értetni velük, hogy nekik a gyakorlati dolgokat is jogászként kell megközelíteni. Tehát ők már egy jobb esetben egy más színvonalat képviselnek, mint az utca embere. Tehát nekik úgy kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulni. Hiszen őket egy intézmény már elválasztja az utcától. Világos, hát azért történnek a vizsgák, azért tanulnak, hogy egy magasabb szinten tudjanak egyébként nyilván az élet dolgaihoz viszonyulni. Itt azért most leszámít a jogtörténész és a római jogász kollégákat, mi tényleg napi aktuális dolgokkal vagyunk elfoglalva. Olyan dolgokkal, amelyek az ember életét valamilyen szempontból, valamilyen aspektusból, de érinthetik. Most nem arról van szó, hogy mindenkiből lesz rabló, az egy dolog. De azért építési engedélyt mindenki szokott kérni, legalább élete során azért egyszer ez előfordul, ne adj Isten még házasságot is köt, azért ezek itt mélyen és tényleg tisztán jogászi dolgok. Most attól függetlenül, hogy boldog vagy boldogtalan pillanatok, hogyha egy ember életéből tekintjük. Lehet, hogy nem illik ilyet kérdezni, de azért megkérdezem, hogy mit látsz a diákjaidon? Tehát nehezebb megszólalni jogászként, jogász nyelven, vagy nehezebb megszólalni németül, mert említetted, hogy német nyelvű kurzust tartasz. Milyen típusú nyelvi felkészültséggel érkezik egy diák? Mondjuk ebben mit tapasztalsz? Lehetne jobb is a színvonal. Na, hozzánk a hallgatók többségében már nyelvvizsgával érkeznek, tehát középfokú C típusú nyelvvizsgával. Ehhez képest inkább passzív ez a nyelvismeret. Én nagyon jól tudom, hogy milyen a magyar középiskolai idegen nyelv oktatás. Még mindig inkább az oktató, a tanár beszél, mint a diák. Ennek jobb esetben fordítva kellene lennie. Tehát itt azért vannak problémák, és ezt néha nehéz is áthidalni. Természetesen én törekszek arra, hogy amit mondok, azt meg is értsék. Tehát, hogyha úgy veszem észre, hogy esetleg valahol elcsúsztak, vagy valahol már nem tudnak követni, persze, az nekem nem derogál, hogy visszaugrani egy 3-4 perccel, és akkor esetleg újra máshogy megismételni. Ami pedig magát a beszédkészséget illeti. Igen, itt is az a helyzet, hogy a passzív szókincs az viszonylag nagy, de amikor ki kell magát fejeznie a hallgatónak, különösen, hogyha az exakt jogászi nyelvet kell használni, akkor azért különösen a fiatalabb, tehát a frissen bekerült hallgatók azért bajban vannak. Még nem érzik azokat a finomságokat, amit a jogászi szakma és ez a nyelv megkíván. Utána nyilván ez ki fog alakulni. Ez az kell igenis, hogy olvasni kell jogi könyveket, szakirodalmat, és akkor ez ki fog jönni. És hogyha az ember igényes, akkor ez jön majd magától. Egyébként ez csak, tehát nem akartam a beszélgetést így félreterelni, tehát hogy ilyen közvélemény, tartsunk ilyen improvizatív közvéleménykutatást. Én azért kérdeztem ezt, mert arra vagyok kíváncsi, hogy Fábián Adriánnál hogyan áll össze egy jegy. Ergo, mennyire vagy te szigorú tanár? Hát erről hallgatókat kell megkérdezni. Én azt hiszem, hogy van követelmény nálam, mint ahogy tőlem is annak idején követeltek. Én azt hiszem, amit a hallgatóimtól visszajelzést kapok, hogy viszonylag szigorú. Akkor ez már jó. Igen, elszoktát, ezért ennyire vagyunk közvetlen viszonyban. Nálam sose bukott még meg senki, aki tudta, amit kérdeztem. Sokan meg szoktak bukni, főleg
az első körökben. Ez azt jelenti, hogy, hogy most ezt hogy is tudom pontosan megközelíteni. Hallgatók fele, hogyha eljön vizsgázni, akkor azért meg szokott bukni. Azért, mert még nem vette fel azt a ritmust, amit adott esetben ez a tárgy megkövetel. De utána, ahogy a vizsgálőszak közepén felé már túl vagyunk, akkor azért egyre jobbak az eredmények, a hallgatók is egyre felkészültebbek. Az elején az szokott jönni, hogy inkább kalandorok, mint vizsgázók kerülnek elém, azokkal természetesen megalapodunk, hogy legközelebb majd újra találkozunk, és addig epekedve várom, hogy előkerüljenek, de azért a vizsgálőszak, ahogy elhalad vagy halad, egyre jobbak az eredmények. Azt hiszem, hogy mindannyiunk akkor jár el, vagy akkor jár jobban, hogyha inkább magasabb a követelmény, mint hogy a hallgató, hogyha előre köszön, akkor adok neki egy 4-est. Nem. Én akkor vagyok, az én lelkismeretem akkor tiszta, hogyha a teljesítmény után jár az érdemjegy. Igen, előfordul, hogy ez elégtelen, de buktatni nem jogsértő és nem erkölcstelen. Említetted egy érdekes dolgot, és örülök, hogy megemlítetted, ez pedig a jó eredmények. A tanítás mellett, a külföldi kitérőd mellett, hogy így mondjam, milyen eredményeid voltak neked a munkahelyeden, az Állam és Jogtudományi Karon? Tehát milyen, hogy alakult a szakmai karriered? Nekem úgy alakult ez, hogy PhD fokozatot szereztem 2006-ban, tavaly habilitáltam, hogy a nézők is értsék, ezek a tudományos fokozatok azt jelzik, hogy az ember a tudomány világába milyen szintet tudott elérni addig. Tanszékvezető lettem, és dékán helyettes vagyok egy hónapja egyébként. Aha, és hogyha információim nem csalnak, akkor az egyetem történetében a legfiatalabb. Ezt nem tudom igazából, mert sok fiatal kollégám van más karokon, akik ott vannak a kari vezetés környékén, de az biztos, hogy az én korommal nem az idősebbek gyarapítottam, hanem inkább a fiatalokat. De hogy én lennék a legfiatalabb abban, azt nem tudom. Elképzelhető ez is. És a dékán helyettes az milyen feladatkör? Tehát a klasszikus tanári munka mellett hogyan jut rá idő? Vagy mennyire más típusú felelősség? Az oktatáshoz annyi köze van, hogy természetesen a jogászképzéssel foglalkozok, mint dékán helyettesként. Az én területem a továbbképzés. Ez azt jelenti, hogy nem a jogászképzés az, ami az én munkámat ebből a szempontból kitölti, hanem hogy mi van a jogászképzésen túl, illetve mi van a jogászképzés után. Tehát milyen szakirányú szakjogászi képzéseket tudunk nyújtani a már végzett hallgatóinknak, hogyha még tovább szeretnének esetleg tanulni olyan dolgokat, ami nem fér be az egyetemi jogászképzésbe. És az utóbbi időben, ahogy a hangsúly átkerül, vagy lekerül a jogászképzésről, egyre inkább fontosabbakká válnak ezek a posztgraduális képzések, nyilván a Pécsi Jogi Karon is. Mint például milyenek? Sokféle képzés van, amit szóba jöhet. Vannak jogászoknak is képzéseink, ezek az úgynevezett szakjogász képzések, munkajogi, társasági jogi, szakjogász, bűnügyi tudományok területén is van ilyen. Vannak olyan képzéseink, amelyek nem jogászoknak szólnak, ezek az úgynevezett szakokleveles képzések, adott esetben van egy közgazdász diplomája az illetőnek, vagy adott esetben egy tanári diploma, akkor két év alatt az ehhez kapcsolódó jogi ismeretekkel tud találkozni. És ezek folyamatosan bővülnek, nyilvánvalóan mi is arra törekszünk, hogy a piaci igények elébe menjünk ezekkel a képzésekkel, és a lehető legszélesebb körben tudjuk ezeket megmutatni, vagy felmutatni a hallgatóinknak, vagy volt hallgatóinknak. És emellett még írsz, publikálsz, mert ugye említetted, hogy amikor Németországból is hazatértél, akkor tehát cikkeket írtál, tanulmányokat írtál, és én szemezgettem egy-két általad írt művel, hogy így fogalmazzak, vagy ilyen publikációval, tanulmánnyal, és visszatérő motívum benne ugye elsősorban a közigazgatás, mondtad is, hogy az az igazi szakterületed, visszatérő motívum benne a kistérség, és visszatérő motívum benne így az állam felépítése. Arra lennék kíváncsi, hogy valakit mi fog meg mondjuk egy kistérségi hivatalnak a működésében. Az, hogy az ember éppen mivel foglalkozik, ezt két dolog motiválja szerintem. Az egyik az, hogy mihez van kedve. Ez nagyon fontos dolog, hogy szerencsére olyan dolgokkal tudok foglalkozni, amikor én tudom eldönteni azt, hogy most ez megéri azt, hogy rááldozzak az életemből 2-3 hetet, ebben elmélyüljek, és esetleg valami tudja belőle kihozni, ami fontos lehet.
A másik pedig az, hogy mi az aktuális. Ez nagyon fontos, olyan dolgokkal kell foglalkozni, a jobb esetben egyetemi embernek is, ami adott esetben a közigazgatásban éppen aktuális, és éppen foglalkoztatja az elmélet és a gyakorlati szakembereket. És a kistérség például az egy ilyen dolog volt hosszú időn keresztül, ami még a Csapból is a kistérség folyt egy időszakban, hogy hogy lehet a térségi feladatellátást ezek keretek között megszervezni, és én is ezért kaptam rá idézőjelbe egy kicsit. De mostanában a kistérségről nem fog írni, mert ez lényegében múlt idő lesz rövidesen. És örülök, hogy most a múlt időt említetted meg, mert ugye jelentős átalakulásokon ment át mondjuk az önkormányzati törvény is, tehát törvényi szinten is jelentős változások lesznek. Ennek fényében, valamint az általad elmondottak fényében én azért megkérdezem, hogy hogy te nem kezdtél el politizálni? Ennek nagyon egyszerű oka van, egész egyszerűen nem érdekel a politika. Most, hogyha pártpolitikára gondolsz... Akár pártpolitikára, vagy általánosságban a politikára, mint egy kosárra. Mert bocsánat, hogy a szabadba vágok, van egy olyan tanulmányod is, hogy a miniszterek és a miniszterelnök feladata. Igen. A pártpolitika az tényleg lehető legtávolabb vált tőlem. Azt hiszem, hogy az egyetemi ember számára az egyik legfontosabb dolog a hitelessége. Tehát ezt úgy is el tudnám neked mondani, hogy engem senki se fizet azért, hogy ne azt mondjam, amit gondolok. Az ember hiteles, ez az is hozzátartozik, hogy a párt politikától próbál távolságot tartani. De nem mindig lehet kikerülni. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, ezt tudod, miért egy érdekes vélemény? Mert az egyik, már nem tudom pontosan, hogy volt kollégád, vagy kollégád, de még Petréte József például, ő igazságügyminiszter volt. Ezt ez sem tartott helyesnek? A miniszterség az egy politikai állás. De nem feltétlenül kell, hogy pártpolitikai állás legyen. És Petrétei kollégám ehhez egészhez úgy viszonyult, hogy ő politikus lesz, pedig ő egyetemi ember mai napig, ő politikus lesz, és próbálja a miniszterséget, ezt a politikai állást szakmai alapon megközelíteni. De aztán ő is valószínűleg észrevette, hogy ez nem olyan egyszerű. Főleg, hogy az ő minisztersége idején azért kijutott mindenféle extrém és olyan eseményből, amire addig a demokrácia történetében legalábbis nem volt példa. Ez az egyik. A másik pedig, ami viszont a politikai részét illeti, azt nem lehet kikerülni, és nem is szabad, nekem sem. A közigazgatást az politikusok csinálják idézőjelben. A politikában dől el, hogy a magyar közigazgatás milyen pályára kerül, milyen átalakítások lesznek benne, milyen lesz a rá vonatkozó joganyag. Tehát áttételesen nekem a közigazgatási politikával, a közigazgatási szakpolitikával igenis foglalkoznom kell. Persze engem is érdekel, hogy az, amit én olvasok a jogszabályban, vajon annak mi van a hátterében, az miért így alakult ki, mi ennek az oka. De ez a szakpolitika és a pártpolitika az jobb esetben nem ugyanaz. A pártpolitikát, a párt érdekek mozgatják adott esetben, míg a szakpolitikát azért imitamot, én nagyon remélem, hogy szakmai érdekek is mozgatják, és nem a politikai, pártpolitikai háttérmechanizmusok. Mondjuk nagyon-nagyon finoman fogalmazol, tehát én úgy veszem ki a szavaiból, hogy ez egy nagyon érzékeny terep. Tehát, hogyha bármelyik kollégád mondjuk, vagy akár te magad is erre a terepre tévednél, akkor ez bizony egy halvány mesdje. Hol igen. Politizálok, és ugye hol maradok szakember? Igen, 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 igen. Ez valóban nagyon nehéz dolog. A politikát, a demokrácia sem tudja kikerülni. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy szitok szó, hogy van politika, nem. A politika nélkül nem működik a demokrácia. Pártok nélkül nincs demokratikus döntéshozatal. Tehát ez nagyon fontos. De a racionalitás és a politika egymást nem kizáró fogalmak. Legalábbis jobb esetben. Jobb esetben. Jobb esetben nem kizáró fogalmak. Tehát a két dolog azért össze is kapcsolódhat, össze is függhet egymással. És a döntéshozók javarésze az politikus a közigazgatásban, hogyha már arról beszélünk. Azt hiszem, hogy ezek a politikusok is kénytelenek néha a szakma szabályhoz igazodni. Kénytelenek. Nem, sokszor valószínűleg ezzel nehezen barátkoznak meg, hogy vannak ilyen kötöttségek, de kénytelenek vele. És az előfordul természetesen ott esetben, hogy ilyen úton, módon én is oda kerülök, hogy kikérik a véleményemet, mondjak erről néhány szót, én erről mit gondolok, hogy gondolom.
és úgy veszem észre, hogy, hogy nagyon nehéz valóban elválasztani, vagy behúzni a kéziféket, amikor arról van szó, hogy milyen dolog legyen az, hogy meghatározza majd a döntés összetevőit. Párt, pártpolitika, szakma, más tudományágak érdekei, más tudományágak által megfogalmazott elemek. És, de jobb esetben meg lehet találni itt is a kompromisszumot. Én akkor vagyok kicsit szomorú vagy letargikus, hogyha a szakmai érveket sikerül lesöpörni az asztalról, az nem. Vagy mondjuk szót. A szakmai érvek válnak a politikai retorika szimbólumai, vagy ezt igen, 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 igen. Elhasználódnak olyan fogalmak ideje korán, amiknek nem szabad elhasználódni. Nagyon sokat koptak olyan jogintézmények, amelyeknek nem kellett volna elhasználódni. Például? Most szóba került a bürokrácia, mint kifejezés. Bürokrácia az hagyományosan egyfajta ideális típusa a közigazgatás működésnek. Ezt a bürokrácia szót, amikor elkezdték használni a 20. században, igazából senki sem tudja, hogy honnan ered ez a szó érdekes módon. Még maga Weber sem tudta szerintem, hogy honnan ered, azóta se tudják. Az ideális közigazgatás jelölték ezzel. Én is úgy szoktam inkább használni, hogy a bürokrácia az egy ideális hivatali struktúra. Ma, hogyha valaki bürokráciáról beszél a televízióban, most éppen ezt az alkalmat leszámítva, az egy szitok szó. Bürokrata, bürokrácia... Sokat kell várni a hivatalban, órákat, stb. Azok tökörésznek, azok nem azt csinálják, amit az ügyfél szeretne, azok csak föltartják a piaci folyamatokat, azok csak gáncsolják az embereket. Nem biztos, hogy ezt így kellene megközelíteni. Van ilyen is, van olyan is. Van olyan, hogy bürokrácia, van olyan, hogy bürokratizmus. Ezek a fogalmak nem szinonímák. És van még egy pár ilyen dolog, amik elhasználódtak sajnos nagyon, nagyon korán. Én azt kell mondjam, hogy sajnos már vészesen fogy az időnk, de azért egy picit beszélgessünk arról, hogy azért a magánéletedben mit csinálsz. Akár a család, ha van család, és mondjuk mi a hobbid? Nős vagyok. Feleségem szintén a közigazgatásban dolgozik, Baranya megyei kormányhivatalban. Ami a hobbikat illeti, szeretek utazgatni. Jut rá idő, bocsánat. Igen, úgy jut rá idő, hogy nagyon gyakran a szakma miatt utazok. Tehát, hogyha meghívnak külföldre, tartsak előadást, igen, nagyon szeretek külföldi kollégákkal találkozni, eszmét cserélni, adott esetben nagyon sokat tanul az ember 3-4 mondatból, hogy mit is, hogy is gondolnak ugyanarról, amiről esetleg én is szoktam elmélkedni. Tehát az utazás az fontos, természetesen a vakációval összekötött utazások is ilyenek, amikor esetleg a feleségem vagy barátokkal mozdulunk ki. Ami pedig egyébként a hobbikat illeti, szeretek olvasni. Az olvasás az életem részé vált. Én minden nap olvasok valamit, általában a szakmával összefüggőt. Tehát nekem az olvasás akkor kikapcsolódás, amikor egy kicsit könnyedebb dolgok kerülnek a kezembe, hogy legyen ez Rejtő Jenő, vagy esetleg Moldova, vagy Merle, tehát ez mind ide tartozhat. Egyébként más hobbim úgy nincsen. Még a gimnázium alatt modelleket készítettem jó régen, amikor még ez belefért az időmbe, de amiket egyébként azóta is őrzök, de ez már kikopott a mindennapjaimból. Lehet, hogy sajnos, mert úgy emlékszem, szépen kikapcsolt. Adrián, egy ilyen zárkérdés, mik a hosszú távú terveid? Én szeretnék továbbra is a jogi egyetemen, a jogi karon működni, tevékenykedni. Szeretném azt, hogy olyan hallgatók vegyenek körül, akik eddig is, akikben voltak olyanok azért olyan alkalmak, akikkel megtaláltuk a közös ritmust. Tehát én ebbe képzelem el a jövőt. Nyilván érdekel a gyakorlat is, tehát a jogi, közigazgatási gyakorlat is, de úgy, mint egyetemi embert. Én nem gondolom úgy, hogy bekövetkezhet egy olyan dolog, vagy egy pillanat az életemben, amikor én áttenném a székhelyemet, idézőjelbe, a közigazgatás valódi és tényleges működésébe. Nem valószínű, de persze soha nem mond, hogy soha, de én az egyetemen megtaláltam legalábbis a szakmai boldogulásomat.
legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon remélem, hogy a nézők, vagy akár a diákjaid, a hallgatóid egy picit közelebbről is megismerhettek. Mondjuk lehet, hogy most valakinek meglepetés volt, hogy a tanár úr annó modellezett. Még egyszer köszönöm, minden hogy lehet. Itt. Minden lehet. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, a nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont látásra, további jó tévézést.